Megfigyelés alatt. Sosem fogom elfelejteni azt a tornatanárnőt, hogy annak micsoda teste volt. Felmásztam a fára, hogy jobban beláthassak a terembe. Aha, ott álltál a fejemen. Én megpróbáltam filmezni. Utána tele lett a fejem buklival. A járgányunk meg elszabadult a lejtőn. Összetört egy csomó parkolókocsit. Persze, de nem én vezettem. Nem, hát csak éppen elfelejtetted behúzni a féket. Hé, itt nem dohányozhatsz. Mi a fenének bagózol? Azért, mert jól esik. Miért zavar? Valamit kell csinálnunk. Rémes itt benne a levegő. Na látod, ezért gyújtottam rá. Fényképezte Sinkovics Géza. Tudod, mit írt be egy pasi a kérvényébe, amikor a felesége egy tűzeseknél meghalt? Nem, de fogadok, hogy pár percen belül megtudom. A jó hír az, hogy a tűzoltók időben megérkeztek. A rossz hír az, hogy a feleségem vízbe fúlt. Egyáltalán nem vicces. Csöppet sem az. Zenét szerezte David és Eric West. Egy hamburgert, uborka szelet nélkül. Uborka szeret nélkül. Ugyám. Ugyám. Paradicsom sem kell. Paradicsom nélkül. És sok majonézzel. A forgatókönyvet írta Jim Fisher, Jim Stahl, Ethan Reif és Cyrus Wallis. Tudod, mostanában az jár a fejemben, hogy nyissunk inkább egy szép kis kávézót. Szálljunk ki ebből a buliból. Rendezte Rafał Zielinski. Jól van, fiú. Ugye jól viseled magad, pajtás? Ha? Megígéred, hogy jó leszel? Figyelj, kapsz egy kis munkát. Rendben? Egy fickó után mész. Hallod, kutyus? Ez az, fiú. Jól van. Kérsz egy kis kávét? Igen. Nem te a kutya? Gyere, Vili. Látod, olyan pocsék kávét csinálsz, hogy neki sem kell. Ne hülyéskedj, imádja. Na gyere. Vili, igyál egy kis kávét. Itt a madárkánk. Rögzítsd az időt. Rendben. 1991. október 12. Az ügyszáma AT4467. Tárgy, Dirk Fonten, járáspróba. Majd meglátjuk, hogy tud. Az alany 6 láb és 2 incs magas, 100 font súlyú izompacsirta. De az agya egy 4 éves gyereké. Kérelmében előadja, hogy a pályafutására nézve végzetes sérülést szenvedett a Chicago elleni meccsen. Gerincsérülése következtében mindkét lába teljesen megbénult. A kártérítés összege 10 millió dollár. Látod ott azt a fickót? Az a pasas egy tető alak. El kell kapnod őt. Rendben? Gyerünk! Itt az idő. Indulás! Gyerünk, Vili, menj! Menj! Ugorj, hallod? Ugorj! Megvan! Aha! Ott rohan, menjünk! Hé, ez ne, Frank! Nem száguldozol, Frank, megígérted? Hallod? A francba, Frank! Lassítanál már végre! Jó lába van ennek a rohanéknak. Te filmezted? Nem, még nem sikerült. Állati gyors ez a krapek, az arca nincs még meg. Egészen közel megyek. Kap le! Jól van, mindjárt meg lesz. Vigyázz, Frank! Jól van, megvan, sikerült! Rendben.
bokám kificamodott. Mosolyogni. Egy szép mosolyt a kandi kamerának. Ezért kiheréllek, te rohadék! Kinyírom az egész bandát! Egy ilyen tetű soha. Na gyere, Vili. Megyünk picikém. Gyere szépen. Nyomás, Vili. Gyere. Még találkozunk, pajtás. Mit szólnál hozzá, ha elmennék horgászni? Mikor? Mostanában? Na persze, valamelyik hétvégén. Jó. Szia, Mel! Aztán csak ébren, fiú! Szia, Frank! Mi újság, hogy vagy? Kösz, jól nem kaptam valami üzenetet? Dehogy nem, és mind a sóhivataltól jött. Ide figyelj, mikor viszel már ki magaddal egy jó kis balhét? Szó sem lehet róla, öreg. Ott fityeg a válpánt az ingeden, olyan vagy, mint egy kis cserkész. Ha majd leveszem, akkor aztán nincs több kifogás. Menj be Hörshöz! Nézd, Ben, az a pasas egy közönséges csaló. A futballkarrierjének már lőttek, és választhat, vagy beáll testőrnek valami mafiózóhoz, vagy kidobónak egy krimóba. Esetleg dublőrnek. Azt mondta, rátámadtatok. Hát persze, hogy azt mondta. Ben, az a fickó egy csaló. Veszélyeztette Vili életét. Ki ez a Vili? Benne van a jelentésben. Nem akarom elolvasni. Te mondd szépen el, ki ez a Vili. Vili Frank kutyája. Mondhatom, szép kis alak vagy. Nick, menj ki kérlek egy percre. Szeretnék Francisszel beszélni. Tudod, emlékszem, amikor még a rendőrségen dolgoztunk, de valahogy nem találtad meg a helyedet. Sem érzelmileg, sem anyagilag, sehogy sem. Igen. De itt, mint biztosítási felügyelő, remekül boldogulok. Főfelügyelő. Látod ezt? Megnyertem a lövőversenyt 5 évvel ezelőtt. Mozgó célpont. 6 lövés. Pam, 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 pam. Egyenest a szívébe. Tudod, hogy mi a titka egy ilyen győzelemnek? Egy csomó papírmasé bábú. Ne viccelj, Francis, komolyan beszélek. Fegyelem és gyakorlás. Igen, és ez nincs meg benned, ezért dobtak ki a rendőrségtől. Az a seggfej pikkelt rám. Az a seggfej történetesen a tisztársad volt, és lefokoztatott. Mindig rossz lóra teszel, Francis. Valahogy elveszted a vezérfonalat. Ez a nagy bajod. Francis, fölfogtad, hogy mit akarok mondani? Igen. Kösz a lelki fröccsöt, Benji. Na, mit mondott az öreg? Hogy mit mondott, ismered, szeret filozofálni. Megint elmesélt, hogy milyen rossz kisfiú vagy. Ha a papírmosé bábú lennék, összetolhatnám magam. Hé, Frank, gyere, gyere! Igen, Bender. Nos, mondja meg, hogy egy kiszakcsaló 3 másik társasághoz is adott be kérelmet, ugyanazzal az indokkal. Azt is elmondhatja, hogy 2 munkatársunk felvette videóra, hogy 2 nappal a baleset után diszkóban volt. Igen, és úgy dobta, mint Michael Jackson. Nos, ennyit Benderről. Asszia, csináld csak tovább. Nem, nem, Leo, nem maga. Szia, baby. Szia, édes. Szerinted az emberek tudják, hogy a munkából is meg lehet élni? Nick. Ó, a fenébe, Frank. Frank. Nick. Frank. Frank. Mi a baj? Kihagytunk valamiből? Nem, nem. Csak Williről gondolkoztam. Oké. Okay. Helyes. Wow, wow. Tessék, ellenőrzési osztály.
Nem, nem, bent van. Egy pillanat. Itt Meadows, igen? Akkor rajta. Nem. Gard el őket, Nick. Igyekszem. Rendben. Szia, Frank. Igen. Hé! Ma vacsorát főzök, ugye tudod? 7 órára várlak. Finom kacsasült lesz. Uh-huh. Új krumplival. És utána jöhet a desszert. Tudod, hogy én mindig szabad utat adok mindenféle gyönyörnek. Nagyszerű. De Niki, menned kell, el fogsz késni. Egy fél órácskát késhetek éppen, rendben? Rossz fiú vagy. Mennyire rossz? Rossz. Ilyen rossz vagyok? Hát, még rosszabb. Ennél is rosszabb. Nagyon rossz. Szia, Willy. Hogy vagy? Jó voltál? Aha. Na, lássuk csak. A Fonten ügyet ma lezártuk. Majdnem. A többi már a bíróság dolga, illetve a mindig elbűvölő Francis Alberté. Jellemző. A következő ügyfél mára Selwyn Links. Hé, mi a nyavaját képzelsz, hallod? Fenébe. Mozogjon. Úgy látom, súlyosan megsérült. Menj el innen! Ne. Csak nyugalom. Egy csöppet sem fog fájni. Thank you.
De jókor hívsz. Igen. Köszönöm. Hogy érzed magad, Frankie? Voltam már jobban. Megvan a halálok a hadnagy. Egyszerűen ketté törték a nyakát. Szegény srác feje úgy lóg, éppen csak a bőre tartja. Hát, rémesen néz ki. Nézd, ellentétben veletek, szerintem ez nem közlekedési baleset volt. Miből gondolod, Frankie? Szerintem leszorították az útról. Ez egyértelműen látható az úton és a kocsi sérülései. Látni az úton? Minek képzeli magát ez a fickó, mágusnak? Szerintem alaposan betintázott, azért történt a baleset. Menj el! Menj el innen! Menj el innen, hallod? Menj el szépen! Különben rád szabadítom a mágust! Menj! Sajnálom, Frank. És mi van a féknyomokkal, Bill? Nos, a féknyomok? Hát megpróbált kikerülni valamit, egy kutyát, egy autót, bármit. Frank, tudom, hogy a legjobb haverod volt. De a féknyomok és a karcolások nem elegendőek, hogy gyilkossági ügyben kezdjük el a nyomozást. Ezzel te is tisztában vagy. Már akkor összetolta magát, ha százzal mentem az autópályán. Ez a baleset nem jellemző. Bele kell nyugodnod. Bill, kérlek, próbálj meg kivételt tenni. Most az egyszer. Tudod, hogy a legjobb haverom volt, értsd meg. Tudom. Sajnálom, Frank, de nem lehet. Nincs semmi bajod, Frank? Frank? Hamu a hamuhoz, por a porhoz. Szegény testvérünket élete virágjában érte a halál. Lelke megtért Istenhez, az ő atyához. Mindannyiunknak fáj. Meglátod, majd minden rendbe jön. Menj szabadságra, ameddig csak akarsz. Ha bármire szükséged lenne, hívj fel nyugodtan. Köszönöm szépen. Össze kell szedned magad. Francis, minden jót. Jobban vagy? Igyekszem. Rettenetes. Nem tudom elhinni. Teljesen kikészültem. Bárcsak mellette lettem volna. Akkor most két halottat siratnék. Frank. Jó. Frank. Nyugodj meg, Kathy. A többi már a bíróság dolga, illetve a mindig elbűvölő Francis Alberté.
tipikus eset. A következő ügyfél mára Selwyn Lynx. Hé, mi anyavaját képzelsz? Hallod? A fenébe. Hé, megbolondultál? Frank. Hagyd már ezt abba. Teljesen az agyadra megy a dolog. Meghallgattam a szalagot. Ez nem bizonyít semmit. Sokszor még kevesebből hoztam ki eredményt. Azért, mert volt egy nagyszerű társad, aki jól fenéken billentett, ha elragadott a fantáziád. Nézd, szerettem a fiút, Frank. Nekem is nagyon hiányzik. De az élet nem áll meg. Egyébként szereztem neked egy új társat. Nincs szükségem új társra. Márpedig kapsz és kész, előírja a szabályzat, nem a kacskodj. Biztos megkedveled. Fiatal, jóformán nincs még semmi gyakorlata, de nálad jó kezekben lesz. Elvesztettem a társam, és most legyek még száraz dajka is. Frank, ez a srác, ez egy elektronikus géniusz. A könyvtár. Ahova lerakják a filmeket és szalagokat. Ráadásul van ott egy csomó berendezés is, csak úgy. Bent van jó néhány monitor, meg deck is. Csak úgy, össze-vissza odadobva. Egyik sem volt szabályosan leltárba véve. Így történhet meg, hogy a cég tulajdona elvész. Eltörik, vagy ellopják. Megáll az eszem. Na, ha belegondol. És még valami. Whitey, nézze csak meg a hőmérőt. Meg a páratartalmat. Sokkal jobb légkondicionáló kellene, igaz? Fontos lenne, minél előbb. Ez mit jelent? Rendben, jól van. Csak nyugi, mindent megjegyzett. Csak állítsd már le magad. Ki ez a pasas? A leghigadtabb zsaru. Joel Pearson. Köszönj szépen, Frank Terrell. Mr. Terrell? Talán kifogása van a technikai megoldások ellen? Joel, áll a Franknek. Hamarosan bemocskolhatja azt a patyolat kezét. Oh. Remek. Ez pedig a csodás labor. Heteken át dolgoztam rajta. Mr. Terrell, Isten hozta ezen a fantasztikus nyomozó szigeten. Lépjen be! Pont olyan, mint ez Sputnik belseje. Micsoda? Sputnik. Orosz űrhajó. Kvadrofonos multiberendezés. 87 decibeles jelzajviszony. Az új deck 30 kHz-es. És Dolby 4 sávos átjátszó. Halljuk egy kis rockot! Zárd le azt a szart. Lezárnád már? Nem szereti a progresszív zenét? Ez neked progresszív? Ah. Ez nem progresszív zene. Ez degeneratív. A progresszív zene, Robert Johnson, Blythman Jefferson, Jimi Hendrix, azok progresszívek. Már mind meghaltak. Haladjon egy kicsit a korral. Nem akarok haladni. Ha neked ez a szemét kell, akkor hallgass otthon, öcsike. Mi olyan vicces? Semmi. Pont úgy beszél, mint a papám. Na akkor jól figyelj. Nekem rengeteg melón van. És semmi szükségem, hogy hátráltasson benne egy ilyen taknyos kis pánk, akinek kedves hogyant játszani. Tehát jól jegyezd meg, hogy aztán ne legyen félreértés. Ha beleköpsz a levesembe, vagy megpróbálsz keresztbe tenni nekem, akkor én ezt az elfuserált, tudományoskodó, technosek fejedet atomjaira rúgdosom szét. Selwyn Lynx ügy. Kezdési időpont 20 óra 23 perc. Dobmunkás. Autóbalesetet szenvedett.
Csigolya sérülése részleges vénulást okozott, munkaképtelenné vált, és ezért 50 000 dolláros kárigénye van. Neked meg mi a fene bajod van? Úgy füstöl, mint egy gyárkémény. De hisz még csak egyet szívtam, nem tetszik, hogy bagózom? De nagyon, roppantul élvezem. Hogyan választottuk ki ezt az ügyet, Mr. Terrell? Nem választottuk, én választottam. Hogyan választotta ki ezt az ügyet, Mr. Terrell? Ez volt Nick utolsó munkája. Megpróbálom befejezni. Most nyisd ki a szemed, mert szundikálni fogok egy kicsit. A francba, Joel. Nem tudtál figyelni. Ettől féltem. Szia. Szerusztok. Hoztam egy kis kaját. Szia. Joel Pearson, Kathy Meadows. Már találkoztunk. Tényleg? Igen, amikor először jött be a céghez, és kijelentette, hogy 40%-kal emelhetnék a hatékonyságunkat. Ó, persze, az a Meadows. Ó, nagyon sajnálom. Semmi baj, megbocsátok. Nem gondoltam, hogy eljössz. A szokás hatalma. A 36 éjszaka egyfolytában, el sem tudom hinni, 36. Nick és én már egy hónapja alig aludtunk. És minden este Piroska telerakt a kosárkáját finomságokkal is meglátogatott. Látod, Joel, ilyen a tökéletes nő. Dolgozik, főz. De ablakot nem pucolok. Marni is tud. Ne fokozza. Itt jön Links. A francba, dolgoznunk kell. Oké, rendben. Elmentem. Gyerünk, Frank, indulnunk kell. Majd később felhív. Persze, tudom. Sok szerencsét. Kösz. Neked olyan nagyszerű, akkor még nem ismered a dörgést. Balra fordul. Micsoda éles látásod van. Ha lehetne, most gyújtson rá éppen kanyar közben. Olyan vagy, mint egy házsártos feleség. Akkor tessék, gyújts meg te. Az meg mi a nyavaja? Olyan készülék, amit éjszaka használnak. Sötétben is lát vele.
Nem szóltam, hogy ne nézzen a fénybe. Te meg mi az Isten csinálsz, haver? A tönköd vakarod? Add már ide azt a dohányt, hadd tudjak innen a francba! Itt járatod a szád! Figyelj nekem, hiábogatsz, hallod? Gyerünk! Frank, mi a fenét csinál? Azt, amit kell. Egy kicsit körülnézek. Oh. Na? Tessék? Hozd a videokamerát. Miért? Mert megfigyelésen vagyunk. Tudom. De a szabályzat kimondja, hogy a megfigyelt személy nem követhető magánterületen semmilyen körülmények között, különben felfüggesztik az embert. Ne higgyél mindent, amit olvasol. Na mi lesz már? Jól van, de Hörs szétrúgja a seggünket, ha megtudja. Remélem, ugyanolyan jó az anyag, mint a múltkori. Jó, hát, kipróbálhatod. Ebben nem fogsz csalódni. Az én áram mindig első osztályú. Ilyet nem kapsz máshol. Jól van, majd meglátjuk. Ki volt az a dögös pipi, akivel láttalak? Egy ilyen dugóbabára én is befizetnék. Mi a francról dumálsz? Nem láttál velem semmi tyúkot, világos? Hát persze, otthon gyógyítod a lábad egyet. Az igaz, hogy szeretek mászkálni. Tudod, kell a friss levegő. Na, térjünk az üzletre. Jó, akkor hozd a dohányt. Nem akarod megszámolni? Na, hol az áru? Mit gondolsz? Mi a francnak hordom ezt a szart? Vedd le a lencsevédőt. Nem értelek, haver. Egy csomó dohányt kaszálsz a bolttal. Készpénzt. Akkor meg mi a nyavajának izélgeted a biztosítót azért a néhány szaros dolcsiért? Megmondom, mert egy szarházi alak vagyok. Ne dugd az orrod mindenbe, haver, a végén még szaros lesz. Gondolod? Ó, de szép. Imádom még nézni is. A legjobb árbőre, 98%-os gyönyörűség, álmaid asszonya. Ettől aztán szebben látod a világot, ebben nem csalódsz soha. Ezt drogot árul. Na-na. Azt hitte savanyú cukrot. Hogy jövedelmezünk, te tiszta hülye vagy. Megmondtam, hogy kurva sok dohány van benne. Sok lóvé, világos? Csak felhívod az orvosomat, Dr. Daryl Glassman. A múlt hónapban rendbe hoztam mamámat, az unokahúgomat, Tina nénikémet, még azt a taknyos kisúgomat is. Kapsz 75 rongyot azért, mert otthon ülsz, nézed a szerencsekereket, és megírod azt a kibaszott kérvényt. Igazi aranybánya, haver. Az a bajod, hogy nagyon mocskos szád van, Lynx. Zavar engem. Tényleg? Tényleg. Kap be! Ezt már szeretem. Hey, ez meg mi a fene? Vigyázz! Jaj! Itt vannak a zsaruk! Fenére akarsz kiukadni? Pontosan arra, hogy behúztál a csőbe! A kurva anyád! Én húztalak be, te hoztad ide őket! Semmi közöm hozzájuk a francba! A francba te rohadék, mit képzelsz, hogy kibaszol velem? Mi ez? Egy rémálom. Befogod a pofád! Mi a nyavaját keresel itt? A biztosító társaságnak dolgozom, és le van tartóztatva, mert csalást követettem. Á, tényleg? Gyere!
Ez az egyik legjobb bulim volt, világos? És örömmel csináltam. Ha nem szállsz le rólam, és tovább cseszegetsz, kinyírlak, te rohadék! Na, ki a franc vagy? Pofázz már! A seggedben van a nyelved! Te majd mindjárt elintézlek, hallod? Igen, lövéseket hallottam odabentről. Persze, eltűnnek, mire kijönnek a zsaruk. Igen. Nem, örömmel megteszem. Hát persze. Hadnagy, van 4 darab hullánk, 3 font kokain, 2 szemtanú, és egy elizélt ügyünk. Szemtanú, kik a szemtanúk? Nézze meg. Bill, szólj ennek a balfúrónak, hogy engedjen el. Hadnagy ismeri ezt a bunkót? Sajnos ismerem, vegye le a bilincset. Ezt is. A srác velem van. Eszem. Na hát, micsoda meglepetés. Frank Terrell nyakig ül a slamasztikában. Az a dolog nem baleset volt, Bill. Nick éppen ezt a Lynx fiút ellenőrizte. Biztos rájött valami disznóságra. Frank, mi a csodáról beszélsz? Szép kis biztosítási csalásról. Benne van Dr. Glassman is. Nick beletrafált a dologba és megölték. Én csak azt tudom, hogy már 4 hónapja figyeljük ezt a tagot. 4 hónapi munkámat szúrtad el 10 perc alatt. Csak képzelődsz, ha azt hiszed, hogy megölték Nicket, Frank. Megölték? A fiú az új társam, Joel Pearson, ő Casper a mintazsaró. Joel, csak azt kívánom, maradjon életben a partnere mellett. De rohadék! Kockáztatom az életemet miattad, és arra sem méltatsz, hogy megmondd, hogy szerinted megölték a társadat? Leszámolás volt. Nem, erről szó sincs, Frank. Csak egy elmélet. A te kiagyalt elméleted. Úgyhogy nem kell túlságosan komolyan vennie, Joel. Ez nem csupán elmélet, Bill. Ne kezd újra, Frank, inkább örülj, hogy megúsztátok. De a kedvedért, magam nézem meg azt a Dr. Glassman-t, rendben? Mikor? Holnap, ha neked is megfelel, de most már leszállnál róla? Nem. Köszönöm. Jó éjszakát. Na gyerünk, remélem kiásunk majd valamit a jó doktor bácsiról. Mondták már, hogy fantasztikusan áll neked a bilincs. Kapd be! Magaddal cipelsz erre a rohadt helyre, rám szabadítasz egy pszichopata drogost. Azt hiszed, ez olyan vicces? Ne hülyülj, ne csinálj itt nekem nagy drámai előadást, nem a világot jelentő deszkákon vagy. Nem vagy primadonna. Kinek az ötlete volt, hogy oda menjünk ellenőrzés címszóval, videókamerával, anyám kinyával? Ugyan már ne gyerekeskedj! Nem mindenkire vár tűzhasz már az első napon. És nem is mindenkinek jut egy pszichopata partner. El kellett volna mondanod. És akkor? Bőgve rohansz hőshöz? Mr. Hirsch, Mr. Hirsch! Nem bőgtem volna! Tanulni akartál, nem? Na hát akkor tanulni fogsz. Vedd az egészet szakmai oktatásnak. Ó, még hogy oktatásnak. Hogy szerzem meg a doktorátust, ha meghalok egy barom miatt? Bocsánat, kicsit kiborultam. Semmi baj. Azt hiszem, a családom nem örülne túlságosan, hogy az oktatásomra fordított 200 000 dollárt egy lövés miatt kidobták az ablakon. Tudod, mikor először voltam ilyen helyzetben, nekem is tele lett a gatyám. Én nem féltem. Persze, hogy nem féltél. Csak épp összetoltad magad. Most formálom az imidzsem. Joel Pearson a beszari. Oké, Frank. Kösz. Igen? Szia, Keti. Éjjel 2 óra van. Tudom, sajnálom. Nincs semmi bajod? Azt hiszem. Jó, mindjárt lemegyek, rendben? Csak beszélni szeretném. Oké, már is ott vagyok. Szia. Szép éjszaka van. Hát, az a rohadt. Az ember csak találgat, rettenetes.
A pasas meg kint lébecol. És az új fiú milyen? Tessék? Az új fiú hogy viselkedett? Na, semmi baj. Még zöldfülű, de... Hozok egy kis kaját. Nem ennél valamit? Nem, kösz. Frank, mi történt? A társaságunkhoz hamis kérvényeket nyújtanak be. Mi? Ez a tag Lynx, és a csoda tudja, hogy még kik. Jaj, tudod, Frank, a mi szakmánkban az ilyesmi gyakran előfordul. Igen. De nem a barátommal. Ne haragudj, ezt nem értem. Szerintem megölték, mert tudott valamit. Megölték? Túl közel jutott valamihez, amihez nem kellett volna. Félek egyedül maradni. Itt aludnál? Kérlek. Igen. Persze. Hozok takarót. Irma Lynx. Ő Selvin anyja. Őt is Glassman kezelte. Jól mondta, srác. Igen, csak azt nem említette, hogy kamu volt az egész. Miért? Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az orvos kiír egy csomó kezelést, ami meg sem történik. Kihallgathatjuk a nőt? Hát sajnos nincs abban az állapotban, hogy kihallgassák, mert halott. Mi? Szívroham. Múlt éjjel, amikor megvittük a hírt a pici fiáról. Ezt a pekhet. Mindenhol csak tragédia benne. A biztosító társaság? A tiétek. Ismered a fickót, Ben? Billy. Tudod, hány ügyféllel foglalkozunk mi? Persze. Hol volt Glassman, amikor Nick meghalt? Egy mulatóban, a neve Iron Door Club. Állítólag egy lányjal volt. Dakota Welles-szel. Hé, Frank. Még nagyon távol vagyunk a gyilkosságtól. De annyit mondok, ha komoly a dolog a csalással kapcsolatban, körülszimatolok mindenhol. Ismersz engem? Hát, Bill, köszönjük, hogy idejöttél. Nagyon értékeljük a segítségedet. Még beszélünk, ebben biztos vagyok. Én is. Én addig körülnézek, hogy Glassmannek milyen ügyfelei vannak még nálunk. Szó sincs róla, Frank. Te elfogult vagy az ügyben. Ezt meg hogy érted? Másnak adom ezt a munkát. A francba, Ben. Enyém a gyilkos. Különben is, ha igaz a feltevésed, akkor már rád szálltak. Nézd, szerintem menj szabadságra. Nincs szükségem pihenésre. Nincs? Jól van, akkor ki vagy rúgva. Ne légy ilyen nagy lelkű. Kezdek torkig lenni veled, Frank, érted? Sosem hallgattál rám eddig, és ahogy látom, most sem akarsz. Tudod, hogy mi a te bajod, Ben? Betoltál, mert nekem volt igazam, és nem neked. Megmondtam, hogy ne avatkozz bele, de nem neked oda kell menni és kavarni a szart. Emlékszel? Fegyelem és gyakorlás. Gyakorlást akarsz? Az anyját. Na hát. Figyelj, majd visszahívlak, oké? Okay? Szabadságra kellett volna mennem. Miről beszélsz? Kibabrált velem az öreg. Jól csináltad, partner. Bemutattad neki, hogy te aztán nem vagy aktakukac. Inkább azt, hogy hülye vagyok, mert csak a hülyék tényfereknek itt munkanélkül. Na bum! Isteni a stílusod, pajtás, hat lövés és pont a szívébe. Frank. Hát tudod mit, szarok rá. Legalább több időnk lesz Nick ügyére. Megbalondultál? Elképzelhető. És most merre visz az utunk? Dakota Welles-hez? Eltaláltad, öcsi. A francba. Még beszélek vele, a garázsnál találkozom. Rendben, megértettem. De elkapjuk a rohadékokat, bármi áron is.
Bármi áron is? Nick nem várta őket. Én igen. Légy óvatos. Kösz. Ez meg mi a fene? Honnan? Mi történt? Dakota el lesz. Nem történt bajod? Elvesztetted. Dakota Welles, azt hiszem. Nehéz elhinni, hogy a Doki egy ilyen csajjal szórakozik. A lány után megyek. Előbb kivédjük a szüeny szindrómát. Mi a fel az a szüeny? S-ü-e-eny. Szarban ülünk egészen nyakig. Kösz. Jól megnézted a lány pasiját? Hát persze. 82-ben lekapcsoltam a srácot. Egy perc alatt felismer, ha a közelébe megyek. Gondolod? Persze, ha alkalom lesz rá, szóba elegetsz a kis tyúkkal. Óriási. Mondj, Joel, sráckorodban mit csináltál szórakozásképpen? Kompjútereztem, mint a többi haverom. Miért? Már semmi. Csak szerintem ez a kompjútermánia nem normális dolog. Nézőpont kérdése. Miért te mit csináltál? Dísztárcsát loptunk, hűltünk, lányokat hajkuráztunk, normális dolgokat. Persze.
a lány. Itt van, ő az. Nem is olyan rossz bőr, hallod? Látom, jól kicsípte magát. Na kezdjük. Interjú a vámpírral. Frank, majd én elintézem. Nagyszerű. Meglátjuk, milyen ügyes vagy. Mit akarsz? Hé, eresz be! Szó sem lehet róla! Figyelj, bunkó, be fogok menni, úgyhogy csipkedd magad és nyisd ki az ajtót. Frank? Mit mondtál? Haverok vagyunk. Aha, rögtön gondoltam. Isten hozta önöket nálunk, uraim. Szalicillal kéne beszúrni őket, mielőtt elromlanának. Á, már késő. Ott van. Ki? A Mikulás. Hol? Mögötte, ne nézz hátra. Miért? Oda sétálsz, és beszélhetsz. Hogyan? Egyik lábad rakod a másik után. Várj! Mit mondjak neki? Megkérdezed, miért egy államról nevezték el? Dakota Welles? Szia, emlékszel még rá? Múlt hónapban találkoztunk a Fekete lyukban. Tetszik a hangod. Köszi. Olyan természetes. Nem akarsz fizetni egy italt? Dehogy nem. Egy sört kérek, és a hölgynek adjon egy varázskoktélt. Ismerem a barátodat, a dokit. Glassmant. Imádom a tested, nem hozhatnánk össze valamit? Hé, te Frank Terrell vagy. Ki? Frank Terrell. Mellé fogtál pajtás. Nem létezik. Tudom, hogy te vagy, ismerlek még 82-ből. Talán mégis jobban tudom, ki vagyok. Bocsánat, azt hiszem tévedtem. Hadd fizessek egy sört. Köszönöm. Inkább én fizetek. Mit tettél vele, te rohadék? Egy sört akart. Hát kapott egy pofányit. Glassmannel is így szoktad? Vizsgálja át a teremben.
Minden rendben? Igen. Hogy kerültél ide ilyen hamar? Dakota Welles. Megvan a nőt, Frank. Mi az utánam jöttél? Tudtam, ha valaki megtalálja a lányt, azt te leszel. Elboldogultam volna vele magam is. Sajnálom. Szeretném, ha elkapnád Glassman. És mire fölkapjam el? Mire föl? Emberi húszszafat borítja az egész utcát, hát ezért. A parkoló cédulák osztogatásán kívül más is csinálhatnátok. Ugyan már, Frank. Nem varhatom a nyakába. Ha beviszem, 2 órán belül úgyis kiengedik. Akkor is csinálj bele valamit. Márs bele a szarba, nem kell hozzá sok ész. Mit gondolsz, hol élünk most? 10 évvel ezelőtt még igen, de ma már nem lehet. Francba a szabályokkal. Frank! Ó, igen. Jobb, ha leállítod magad, különben irány haza. Frank, mondd meg az igazat. Mit gondolsz rólam valójában? Megpróbálok nem gondolni rád. Ah, komolyan kérdezem. Mondd, megfelelek? Elégedett vagy velem? Na akkor figyelj. Olyan vagy, mint egy ébresztő óra, irritáló, dühítő. Az egyetlen ok, hogy nem váglak ki az ablakon, az az, hogy néha kéznél vagy. Tőled ez valóságos bók. Látom, jól mulattatok, mi alatt én dolgoztam. Ülj le. Itt a kért kimutatás Glassmanről. Fölösleges volt. Azt mondod, hogy nincs benne semmi? Semmi lényeges. Mindig falba ütközünk. Nem találunk egyetlen konkrétumot sem. Miért? Mire gondolsz? A lány, aki segített volna, felrobbant. Tényleg? Mikor? Ma este. Igen. Úgy robbant szét, mint egy petárda július 4-én. Bum! Sajnálom, Frank. Voltunk a klubban. Hívd a rendőrséget. Toljok rájuk. Nagyon aggódom miattad, Frank. Nem is tudod, hogy milyen kockázatot vállalsz. Épp ez a bajom. De majd... ki fogom deríteni. Itt van a P527-es kapcsoló, Mr. Pearson. Köszönöm, Whitey. De hívjon csak Joelnek. Joel. Lehet? Persze. Köszönöm. Mi történt azzal a batárral, amivel eddig jártatok? Egészen más lett, rá sem ismerek. Átalakítottam. Szia, Ben. Mi újság? Hogy vagy, pajtás? Mr. Hirsch vagyok. És ezt ne felejts el. Rakja el szépen, és menjen a dolgára. Rögtön kész vagyok. Ügyesen megcsináltad azt a sok átalakítást. Ezt hogy értette? Fogalmam sincs. Most mind dolgozik? A legújabb találmányon. Tudja, ez egy kamera. Ez, amit itt lát. Ez a kamera szeme, ez pedig a továbbító. Nem hallok mostanában Frankről? Terrorről? Nem, semmit. Azt hittem, tartják a kapcsolatot. Hát, szerintem ki nem állhatott. Én meg egy nagy bunkónak tartottam őt. Szerintem is az. Magának nagy jövője lesz nálunk. Köszönöm, uram. Nagyon köszönöm. Ha ugyan élsz addig, ezért még megfizetsz. Mit csinál Ben Casper ennyi ideig? Glassman biztos most vizsgálja a magyaróit. Hogy tudsz figyelni, ha lehajtod a fejed? Azt hittem, te figyelsz. De hát látod, hogy épp kajálok. Ott van. Casper, a kis aranyos. Most eljössz. Rendben. Viselem a CH942876J miniatűr készüléket. A kamerát. Rajtam lesz a mini kamera.
Figyelj, ha James Bond akarsz lenni, ragd lejjebb azt az ízét. És ne feledd, csak semmi hősködés. Ez csupán felderítés lesz. Majd elintézem most. Ne intézzel semmit. Csak bemész és információt szerzel. Ha probléma van, azonnal megpattansz. Ja, mondtam, hogy elintézem. Szerintem még egy kicsit lejjebb kéne raknod. Hogy ne legyen annyira szembetűnő. Jól van. Sok szerencsét. Kösz, apu. Mi ez, hogy kösz, apu? Nézzük csak, mit tud ennek a kis zseninek a találmánya. Majd meglátjuk. Öcsi, jó lesz, ha felkötöd a gatyádat. Na nézzük, öcsi. Próba, egy-két, próba. Az események szemtanúja leszel. Hála a csodálatos műszaki zsenialitásomnak. Most szépen dőj hátra és élvezd a műsort. Hé, Frank! Nem fogja kiszúrni, hogy sérben van? Biztos vagyok benne, hogy gumikesztyűt használ. Jól van. Beleteszlek a zsebembe. Jó napot, én vagyok James Hendrix. Ah, csak ülj le, édes. Dr. Glassman mindjárt itt lesz. A modern technológia csodája. Oda? Bocsánat, elnézést. Hé, Dylan, a 330-as megérkezett. Formás popsit van? Jerome, kezdjük a rendelést. Kikészítettem az új beteg kartonját. Mr. Hendrix. Igen. Fáradjon be. James, hogy van? Jól. Jól? De azaz, hogy nem, persze. Nagyon is vacakul. Azt hiszem, értem, James. Jöjjön. Üljön le ide. Vegye le az ingét. Nem beszélhetnénk meg? Muszáj levet közdön. Igen. Joel, ne dumálj. Igen, segítek. A francba. A rohadék. Igen. Nos, jó. Ebben az esetben Joel,
Mert az vagy igaz. Na moccanj. Látod? Ugye nem akarod úgy végezni, mint Nick Paruso? Ugye? Gyere ide! Gyere már! Nyugi. Jól van. Ki a társa Joel? Ha? Kint van a kocsiban. Rendben. Akkor gyorsan végezzünk, mert... Tudod, Joel, segíteni akarok neked. Lesz mondjuk egy betegséged, ami gyógyíthatatlan. Végzetes kór. A butaság egyfajta betegség. Nick Paruso buta volt. Frank Terrell úgy szintén. Nagy baromság volt, hogy idejöttél hozzám. De nekem hasznos? Rendkívül hasznos. Tudod, manapság az ember nem lehet elég óvatos. Hány ember dolgozik magának, Dr. Glassman? Ne izgasd fel magad ilyesmi miatt, Joel. Sokkal fontosabb dolog miatt aggódhatsz. Tudod, nem akarom, hogy légbuborék kerüljön a véredbe. Szívrohamot fogsz kapni. Hello, segíthetek? Bocsánat, uram, hová megy? Vidd a kezed a nyaka kezdve. Rossz fiú. Gyerünk. Biztosítom, ezt nem ússza meg, Glassman. Engem nem állít meg senki. Nem fog fájni. Hamar túl leszünk rajta. Gyere! Kinyírnak, te nyomorult. Rohadt disznó. Még jó, hogy bevettem a fájdalomcsillapítómat. Oda lett a szép új kocsink. Semmi bajod? Persze, jól vagyok. Összeset tojtam magam. Megenged, hogy telefonáljak? Persze. Mennyi Hörs irodájának a száma? Benjamin Hörs? 555-6265. Ezt meg honnan tudja? Dylan gyakran felhívta. Gyerünk innen. Várj, nincs kocsink. Tessék, vidd az enyémet. De te hozd majd vissza, jó? Jó. Szia. Hová rohansz Hörshöz? Nagyon sietek. Akkor rossz felé mész, mert éppen most ment le a garázsba. Állj meg, te piszok!
Meg ne próbáld, Francis. Tizenhét évben. 17 évig felnéztem rád. Iszonyú nagyot csalódtam benned. Igen, de gazdag lettem, és köpök a csalódottságodra. Nem fogadtad meg a tanácsom, pedig mondtam. Fegyelem és gyakorlás. Kele és a rohadt dögöd, Willy. Ne mozdulj. Börtönben a helyedben. Börtön? Frank, ezt nem teheted. Mindig zsaru voltam. Tudod, hogy mit csinálnak velem odabent? Gondoltál volna rá előbb? Ne! Frank, úgy látszik, jó szimatod volt. Igen. És fájdalmas volt a leleplezés. Szépen csináltad. De van még egy kis papírmunka, néhány apróság. Majd holnap befejezzük, rendben? Köszönöm, Bill. Hé, hey, a fiút ne tanítsd meg mindarra, amit tudsz. Most megyek, beszélek Kathyvel. Rendben. Addig megnézek néhány dolgot. Holnap találkozunk. Persze. Vége van, Kathy. Elkaptam négy gyilkosát. Mi történt? Hörs volt a háttérben. Mi? Ő keverte a szart. Vagyis egy bűnbanda állt mögötte. Glassman, Lynx. Hozok neked egy kávét. Egyszer mindez az enyém lesz. Lássuk csak, mit csinált az a rossz fiú. Ó, megvagytok. Lynx, Selvin, a másik. Dakota Welles. Egyre érdekesebb lesz. Ez ki?
Itt a kávét. Nagyon szép vagy. Lássuk, csak kifalazott Glassman doktornak. Hmm. 11.327. A revizor 11.327. Glassman valamennyi eseténél ugyanaz a revizor volt. Majdnem mindig. Nézzük, vajon ki lehet. Gyerünk, vedd már fel! Keti beszél, sajnos nem vagyok itthon, de adja meg a nevét és a telefonszámát. Ó, Istenem! Mi a baj? Bűnösnek érzem magam. Én is. Mindig is tudtam, hogy Nick jobban illik hozzád, így hát félreálltam. Hagynod kellene, hogy az emberek maguk döntsenek. Persze. Túl sokszor is hagyom. Szeretlek, Frank. Miről beszélsz, Keti? Kicsúszott az ügy a kezünkből. És ezért kellett... meghalni a Nicknek kapzsiságból. Ugye, Keti? Neked mennyi kellett? Most mit akarsz csinálni? Engem is belekeversz? Még nem tudom, hogy mit teszek. De most... megyek zuhanyozni. Olyan, mint a mocsokban feküdtem volna. Frank!
Semmi. Frank. Még hogy nekem nincs. Aha, de nem tudsz semmit az egészről. Hogyan már, hogy mondhatsz ilyet? Na, ha olyan okos vagy, mondd meg, ki volt a legnagyobb szaxofon játékos, tessék? Ez könnyű. Bird. Kicsoda? Charlie Parker Bird. Ő volt a legjobb. Ó, Charlie Parker, az meg ki? $1000 fogadok, hogy 10 emberből 9-nek gőze sincs arról, hogy ki volt ez az őskövünek. Elég nevetséges, nem szedem el a pénzed. $1000. Rakd el a tárcádat. Nem elég, hogy egy dinoszaurusz vagy, de még betolja alak is. Elég volt. Verekedni elég akarsz? Volt. Verekedni, te kis szaros! Kapjuk el! Hé, álljon meg! Visszaadná a tárcámat? Nincs nálam semmilyen tárca. Tényleg nincs magánál? Nem adná egy cigit? Az csak van? Nem dohányzom. Tudod mi vagy? Nem csak egy pititól vagy, de hazudsz is. Igaz, Vili? Mosolyogjon, veszi a kandi kamera. A francba! Magyar hangok. Úri István, Breyer Zoltán, Hámori Eszter, Gróber Hugó, Huszár László, Faragó József, Németh Gábor, Csendes Olivér, Szilvási Anna Mária. Magyar szöveg Pető Emmi, hangmérnök Takás György, rendezőasszisztens Bíró Ibolya, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Malkner József. A szinkron a Hudex Film és Video Company megbízásából az Atrium stúdióban készült.